Pontban mozgás nincs, csak a képzeletbe. Bizony jobb volna hihetni szabadnak, mely tehet is világból kiszaladhat, de a pont törvénye önmaga, és a tükörképnek nincs akarata. Hát ez érdekes, hogy ugye van a saját tükörképe, hogy neki nincs akarata, csak jelenség, mint a fény ver a szembe. A mozgás, ha van, ha benne van a verembe, falnak ütődik, s oda visszatér, ahonnan jött. Körülöttünk a tér ilyen zsák, zsákban kis zsákok sora. Hát ugye ez az, ahogy ez a, amikor a fénymag már ugye megnyilván, és hát a kiáradás rétegek egymás után vannak. Ezt tudjuk, hogy a Gyurinál is így van. Zsákban zsákok sora. Ez ugyanaz a kép. Oda-vissza löködések sora, mely feszül, mintha már is kirepedne, a pontnak ugye nincsen semmi teste, mégis kerek, görbe zárja körül, s nem szabadul határai körül. Hát ezek a héjak, azok a határok, ahol visszafordul. Az alma, meg a mag, meg az alma héje. Kilódul erre-arra, s mindig vissza, s éppen pont mi volta, rántja vissza. Hát ezt mondja, ezért jön vissza, ne pont mi voltalom. Most meg, jó. A pattanásig kifut buborék óriás pont, mely határáig ért, és minden mozgást visszajut a határról, mint lengő inga ide-oda táncol. Kilendül, de nem léphet át határt, enged, de aztán mindig visszaránt, és a kezdetéhez mindig visszatér. Mert ő kint is abba a pontba fél. Voltak éppen nem is mozog, csak áll, ide-oda csak a tükörbe jár. Hát. Na igen, ja igen, itt mindenütt van egy fontos gondolat, tehát tehát ezeket végig kell olvasni. Minden pontban kezdetben ott a pont, melyben ami lesz, még összefont gubanc, s mert nincs, nem látszik semmi se, még csak rejlik, s belül pergeti le képben, ami a tartalma. Elkapja a sodra, s mintha már szárnyon forogna, hullámozni kezd körötte a tél. A tükreiben minden belefér, mi benne zajlik, hol a balját látja, hol a jobbját, az eleje, a háta, ott mutatkozik másik két tükörben. És az alul felül ráhajló tükörben talpon látja magát vagy a fején, csak így láthatja magát képeként magát. Tehát ez nagyon fontos, hogy a valóban létező az Isten, a van, mindig csak képként látja magát. Már a fénymagban is, utána meg pláne. A tér hullámtükrén inognak a képek, s minden fényszálat kibontnak. Kiterítve, ami benne feszül, maga körül, ha világba kerül, így látja tükreiben sokszorozva magát, ő középen egyre forogva lebeg pont a hat világa között. Azok ugyanúgy mindegyik pörög, de nem a maga sorsát pergeti, csak azt, ami a pont szabott neki. Most itt azért írja a hat világot, mert itt már van a mandu, és már abba veszi a másik rámerőleges mandut is, ez ebből lesz a bindu. És azért hat, mert ugye egy manduban van ő maga, a két tükörképe, a binduban ez kétszer van. És így most már hatszor látja saját. Itt jön egy érdekes dolog, a világkép. Tehát, hogy ugye ezek hogy nyilvánulnak meg abban, amit mi érzékelünk. A földi szem nem csak torzít, de vak. Azt hiszi, csak az a tűzgömb a nap, amit a láthatár szélén bolyónak lát, s ami körül hiszi, forgolódnak holdjaként a föld és a többi bolygók. Hát ugye, mert ezt látjuk. Az mind a napban van, mind benne forgó. Amíg a nap sugarai elérnek, keletnek, nyugatnak, északnak, délnek, míg gömbek csukódnak fényből burokba, a szélei nyaldosó űrbe mosva, az mind a nap, és minden benne él, belsejében száguld a föld, a szél. Benne fúj, a sugarak benne fúrják pályáit, kerekei gyalolják az időt, a benne nyúlt csillagok. Na várjunk. Ez csak az, hogy ugye maga a napban van minden.
Ezért mondja a Feri, hogy kimegy, mert hogy végtelen sok helyet épített, végtelen sok helyről jön vissza. Picit talán azt írt az előző versbe, vagy nekem az az érzésem van erre, hogy olyasmit mond, hogy maga a nap az a teremburával, vagy talán a teremburával határol közeg, és azt az egészet tekinti, mint egy napnak, és kvázi képzelhetjük hasonlatosnak, mint egy atomot, ahol annak is vannak ilyen-olyan részei, de attól egy urán atom még egy bonyolult valami, és a belső kis egyik elektronkája nem mondhatja azt, hogy az uránatom csak az a központban levő valami, hanem az uránatom az egész. Igen, és az elektron is az uránatom. Igen. Azt mondja, de igen, pontosan ezt mondja, sőt azt, hogy ahogy a fénymag felépül, úgy épül fel az atom is, meg a naprendszer is. És ezek táguló szerveződések. De hát ez igen, pontosan. Hát ez is érdekes, mely nincs sehol, benne van az egészben, mely úgy egész, hogy nincsen semmi része. Maga egyetlen, mint egyetlen egy, a semmi, mely ha pont, benne remek sokszorozott tükrei, szem a szemben, tükörképszemekben megjelenik a tükörképszem. Tehát, ugye mi a tükörképszem? Ahol ő magát látja, az a tükörképe, de az is látni fog majd. És akkor, hát több szintű lesz az egész. De hát itt már nagyon bonyolult lesz. És ez fontos, hogy amikbe kívülről fény nem kerül. Mert mind csak az isteni részből, a vanból jön kiáradás. Sehonnan máshonnan ebbe a rendszerbe fény nem kerül. Honnan világ nincs más csak belül, mert gyorsulva káprázik, egyre tágul, de soha nem tud kilépni magából. Tehát úgy ugye mindig a határáig tud elmenni, az a saját maga, abba bele fény ideget nem jön, és ez a világ létezik. Hát igen, itt van ez a fényma. Most meg fogjuk nézni a napot. Ami szintén Ékes Ákosnak egy másik könyve, ebben szöveg is van, meg vers is. Most talán 4 könyve van a Ékes Ákosnak, tehát ő egy magyar ember volt. Olyan 8. Jó. Szóval nekem nincs is meg annyi. Tehát ha a napszerán nekünk segíteni akarván, egyszerűen kiválasztott egy embert, akinek a fejébe beletette azt, hogy tessék, most te írj le is, mivel hát ugye ő azt jelenti, amit akar velünk tulajdonképp, hát lehívta ezeket az összeset. Ezeket az információkat. Nyilván ilyen versen biztos, hogy ember magától nem ír, amit itt vannak között. De ezt ő le is írja, tehát maga a boldog. Igen. És már nyugdíjas korában kezdte ezeket írni. Hogy lett az a révülése, amiben aztán egy 2 hét alatt azt az egész, vagy több verses kötetet kiszívott, vagy megszívott. Most azért fogunk a napra átmenni, mert azon sokkal jobban meg lehet ezt az egészet látni, mert itt érezzük majd a Földet, a bolygókat, tehát megjel. A rendszer ugyanúgy, ahogy a fénymagnál megjelenne a többi is, itt jobban általunk érzékelhetően megjelenik. Hát nézzük akkor sorba a napkerék. Milyen szép, mint glória diadéma, hogy a nap a világ közepén küllői égtájakra löveli,
körül két fénykarika övezi, egy belül a kerék agya körül. Tehát azt mondja, hogy van egy kerék agy, ami nekünk az a héj volt a mag, mint a szilvával is a mag. A belső, na most itt jön aztán nagyon érdekes. Tehát a körül két fénykarika övezi. Mi a két fénykarika? Egyik a magháza a szilvának, a másik pedig a szilva húsának a bőre. Ez a két lényegi határ. Van még több hely is, de ez a kettő fontos. És azt mit ír? Egy belül a kerék agya körül, egy fényabroncs a küllőkön kívül. A belsőn a föld kering égi útján. Tehát azt mondja, hogy a mag, ahol a mag van, így a napot tekintve a mag van, ott kering a föld. A külső övén a föld körül futván a nap dicsősége. A sugaras hüllőket úgy hajlítja el a nap forogtában, hogy gördülő kerékbe csukkódik országa hatalma fénye. Méri az időt és a tereket forgatva az óriás kereket. Hát jó, ez így meg leírta, de ugorjunk, nem itt jön az igazi érdekes. Na de most kezdődik itt az igazi nap, meg az igazi hold. Tehát ez a két legérdekesebb vers. Tudnál egy kicsit, mondjuk 125%-a nagyítani? Jó. 150%. Várjál, most hol vagyunk? Nem, ez már az igazi volt, menjünk vissza az igazi napra. Itt, nem még egyet. Itt van. Köszönöm. Napról beszélünk, hol hát a nap? Az égre mutatsz, ahol süt a nap. És ahol felszáll, leszáll egy fénygolyó, azt mondod, abból jön a tűzfolyó, amiben ázol. Így van csak ugyan? Az élesebb szemű legyint. Ugyan? Hát nem tudom, volt, volna köztünk ilyen éles szemű. Szerintem nem tudok róla. Hisz az a fénycsák szája rátapad a földre. Hát itt mondja azt el, majd jön az ábra. Ugye van a két ablak, van a fénycsák, ahol a két ablak, ahol kibe jár ez a fény. Annak a szája rátapad a földre, vagyis a föld az egyik ablakban van benne. Na jó, oké, hát is jó, elfogadom. Nem más, mint zárt tere csak a befogott fénynek. Csak vak napot látsz. Hát itt mondja el, hogy amit én napnak látok ott az égen, az vak, nincs ott nap, az vak nap. De annak látom, és annak a föld köré hajlított sugarait, amik burokba zárnak, és ezt nevezed nappali világnak. Ám a föld fia napba látni vágy, olyan nehéz, olyan neki az a fénysűrű zsák, mintha egy vele együtt forduló, másik fényből szőtt, ellenföld golyó állná el, hogy lásson a fény mögé. Ami egy látszat napból gyűr köré, a látszaton túl az élő tüzet elfedi, hogy burkon belül rekedt, és nem lát ki sem erre, csak sül vakon, és azt hiszi az igazi napon. Na hát ez egy elég érdekes vers. Nézzük meg most a holdat, és utána rámegyünk az ábrára, ami ábrát ezek alapján a versek alapján én rajzoltam föl, hát amit ő mondott. Ez lesz a legérdekesebb az egészben. Most jön az, hogy igazi hold valahol. Ja nem, nézzük, hát ezt is nézzük akkor még meg, hogy itt van. Nap, föld, hold. Kicsit följebb. A kezdet kezdetén, mikor kinyílt az ébredő szem, s kilőtte a nyílt, hát ugye tudjuk, amikor a labdán rés keletkezett, mely tartalmat egyszerre kisodorta, s az ég boltjára írt pályákba fogta, maga mellől az idő kerekét legmesszebbre vetítve nyilált a fényt, s a többit utána középen álló fénymagvált a földet, ahogy a háló, a héja kifordult, erre vetült. Sugarak keresztüzébe a föld, kint láthatta a nap közepét, és még legkíjebb, még kilőtte a fényt, a külső hét is közepéből szőtte, a földből. Köré vonta tündökölve a világnak, mely így megszületett. Ama szem héja most közep, na most ez nagyon fontos. Ama szem héja most közepe lett, s magva határa, a belső közép, a régi héj,
amely csak a közép vonatja volt most nap, de a föld az is. Igazság oly fényesség megvakít a nap, a föld és mellette a hold, mely ott benn akkor már csak tükre volt. Tükre volt az időnek, és az, aki valaha a szélen állt, ki az ige csillaga lett kint, bent most a forma szárnya lett, és belső híján földhöz legközelebb került, és a külső ég csillagai mind körülötte keringtek, aki nap volt és föld volt közete határa. Ezzel most ugorjunk egy kicsit az igazi módra. Még ez is. Egymásnak is kifordított fonákja kettős tükörben a napnak. A föld s e földi nap körül lengve a hölgy, a helyén terengett a nap szívében, ahogy forogtak a tükrök a fényben. Ez a hölgy, ez a holdacska, nem? De nézzük, mert írja az igazi holdat, ott jobban látszik ez. Most ez megint olyan vers, hogy 20-szor úgy elolvasattam őket. Tehát, mert ami volt is van időben, térben, zűrzavar él az észben, a kerékben. A fényben eltéveszti az időt, nem látja a térben a belenőtt teret, mindig más térbe van bezárva, hol a nappalba, hol az éjszakába. És a tükrök fordított képet mutatnak, napét a földnek, és földét a napnak. És a hazug holdat, úgy látja szeme, hogy nap unokája föld gyermeke. Ezt kerülve, tehát a földet kerülve, azt is kerenni körbe, mert így látja a tévesztét tükörbe, és nem látja kint az igazi holdat, a sötét tölcsérmét, a megvakultat, pedig ő van a tölcsér fenekén, és a vakság hájoga az ő szemén, az atyát ennek a fényes világnak, a lobogó nap lángjaiba zártnak, melyben már nem fér bele az a tág, káprázattalan igazi világ, és amely az arctalan arcnak hazudja, és káprázata fényében azt se tudja, hogyha a holdban a fényt látja kövülten, a tűnt fény tovább bolyong a tükörben, és hogy napja a lángokban lobogó, csak a hold körül szárkódó golyó. Tehát hogy napja a nap maga a lángokban lobogó, a hold körül szárkódó golyó. Vagyis a hold van a nap közepén. Hát, most ebből én rajzoltam egy ábrát, amit mikor a Gyurinak elküldtem, hát azt mondta, hogy milyen kár, hogy a Lipótot bezárták, mert nagyon jókat tudnám ott vitatkozni. Na most, ezek után láttam, hogy miért, de akármit írtam, egyszerűen teljesen után láttam, hogy nem érdemes még beírni. És akkor egy éjszaka megint ezt az egészet végigbeszéltük, és akkor az már másként hatott, most visszaveszem 100-ra. Ez egy rossz ábrám, ezen túl megyünk. Hát van rossz ábra is. Na várjunk, nem itt van. Akkor a másikban lesz. Hol van a naprendszer? Nézzük ezt. Ez volt most. Ja, ez volt most. Nem biztos, hogy ez a hasonló kérdés. De itt lesz. Nem, ez nem jó, ez a rossz ábra. Ez volt most. Akkor, várjunk, ezek háromszor vannak, én mindent háromszor adok azért, hogyha véletlenül tekerem, akkor... Mert mindig mentem is, hogy ugye a hibája, és akkor így a háromból egy mindig egy korábbi verzió. Jó, akkor megnézzük képként. Hát ilyen primitív, de
Most azt mondta a vers, ugye vissza tudunk rá menni, hogy a föld ennek a héjnak a szájába van helyezve, vagyis az egyik ablakba. Tehát, ha visszanézünk, mert ennek teljesen meg kell felelni a fénymagnak is. A fénymag úgy néz, ugye ki, hogy van egy középpontja, van a szilva héja, és van a szilva húsa. A középpontban azt mondja, hogy itt van a hold, itt van a fénymagnak a héja, és itt van a legkülső réteg a szilvának, a gyümölcsnek a héja. De ez úgy van, hogy a hold lenne az egyes szint, utána jön a Merkur, Vénusz, a Föld itt ebben a szájban, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. És tulajdonképpen az a borzasztó érdekes, hogy a Szaturnusz magát veszi első körben a nap szélének. Tudjuk, hogy tovább megyek, szóval külső bolygók vannak, tehát ez az egész rendszer tud tovább nőni. És ami nagyon érdekes, úgy nő tovább, következő szint úgy keletkezik, hogy ez a narancsága kikerül, tehát ez a középső kikerül a külső héra, és akkor megint keletkezik egy újabb szint, és így tovább. És hát ezt így írja most, hogy ez aztán hova növekedik, odaig még, tehát én sem tudom tovább aztán, hogy van. De és ezért biztos, hogy amint beszéltünk, hogy ugye azt mondtuk, hogy az elején az Isten volt, aki lát és aki gondolkodik, az középen van. De amikor megnyilvánul a fénymag, akkor kikerül erre a narancsába, a magra. És ott fog látni, és amikor ez az ábra tovább nő, és a legkülső szakadott vonalon megint keletkezik egy látomag, akkor így egymásba ágyazottan több hát látó érzékelő magok keletkeznek. Most például egyetlen, hogy kérdezek, hogy bárkinek van-e, tehát ezzel kapcsolatban bármilyen olvasmányi vizéje, vagy hogy a hold van középen, meg stb. Ilyesmi, tehát olvasott-e valaki ilyen olvasmányi, vagy nem? Abban a volt mindenségben, tehát máshol nem. Vagy egyetlen hasonló volt, tehát hogy a Ékes Ákos abban a volt mindenségben, aztán abban is hangsúlyozza, hogy a persze, hogy mint bolygó a Föld a nap körül jelen, de ennél nagyobb folyamatos majd egy jelentőségetlen fölösleges folyamatítani, mert ebben a naprendszerben egyébként a Föld az egésznek a, mond, a határ és a középpont, és azért van az az fogjában, és az, hogy miért milyen Földből nincs a dolgokat, és mi azt vizsgáljuk, hogy mi nekünk, ez az egész hogy közülik vissza. Igen. Most ugye itt tulajdonképpen ez a hét szint, ez hét tükör, hét határ, és mindegyik egy tükör. Most hol van itt? Mert most mi tudunk, egy olyan, hogy van egy napkorod. De ez az egész a nap, tehát ez az egész hóbelele van, itt ez a nap, tehát itt nincs napkorunk ezen az ábrán. Jó, én besatíroztam sárgára, mert jött bennem a kép, hogy a nap sárga, meg mit tudom én, meg hogy a magon belül ott talán sárga, de valószínűleg azokkal nem így kéne, nem ott van a nap. Tehát ez maga a nap, ez az egész, és olyan, mint hogy nap bolygó, amit mi látunk, lehet, hogy nincs is, de mégis valahogy azt lát, érzékeljük. Na most hogyan? Itt van a, tehát az, ami kifele megy a, tehát ezen a Föld által meghatározott szilárd, magszerű héjjó, vagy ezen kijut fény, az mind átmegy a Földön. Na most itt belül is pattognak, tehát ezeken a tükrökön is pattog ez a létezés hősfény, ezen is. Ez kifele is tükör, befele is tükör. Na most valami olyasmi lehet. Tehát ugye azt láttuk, hogy az elején is ebben a magon belül itt ott egy őrült vagy sűrű pattogzódás van. Ilyen létezésfény, hősfény pattogzódás. Na most az elképzelhető, hogy, és ez mind itt kiáramlik a Földön át. Most, ha itt ezt veszem a ferde földtengelynek, amikor itt vagyok, akkor lehet, hogy az éjszakát látom. Amikor, hát most ezt én gondolom, ez nincs fejében.
amikor úgy áll, amikor én itt vagyok, tehát ez forog ugye az egész körbe is, az egész rendszer így is forog, meg a tengelyek körül is. Lehet, hogy amikor befele vagyok, akkor látok egy napot. De mit érzékelek én napon? Ugye? Ami a holdba tükröződik. Hát tükröződik a holdba is, ebbe a határpályába is, meg a harmadikba is, de ebbe is. Most az arra kéne rájönni, hogy ha itten ebben mindenütt cikázódik ez a fény, és rengeteg tükör van, akkor elképzelhető-e, hogy itt ül a Jancsika, és egyszerűen ebből az jön ki, hogy lát egy napkorongot. Na most hát erre még nem tudtunk igazából semmi okosat mondani. Hát azért véleményem szerint a Galilei ezt egy kicsit másképp látta, és le is írta. Igen. Érdemes azért ővele a tanulmányt felvenni, mert a Hold sem a naprendszernek, sem a Föld pályájának, nem a középpontja, mert a Hold az mindenképpen a Földnek a bolygója. De hát pont arról beszéltünk, hogy nem így van. Hát és ezt nem én mondom, hanem a napszerep. Hát ki mondja? A napisten. A napszerep. Ja, ja, bocsánat. Tehát a napnak a kettős, okay. A nap maga mondja. Jó, ő magát írja le. Aha. Hát, tehát, igen. Ez ilyen jelképes, hogy a napról volt. Ugyanarról bizony, ugyanarról. Van két holdat. Ugyanarról a holdról. Nem ez a hold, ami nekünk itt van. De ez a mi holdunk. Majd még egyszer megnézzük a szöveget. Tehát egyébként akkor miért rajzoltad a bolygóknak a pályájával egy-egy kis részt, mint ami a nap körül kering? Nem értem. Nincs nap körül kering, nincs is nap. Azoknál hát nincs itt nap, mert az egész a nap. Amit te napnak látsz, az csak egy képzete. Tehát na, itt van a Föld. Itt van valami áramló fényszerű valami, ami a rengeteg tükörben úgy tükröződik az itt ülőnek, hogy valahol lát egy korong. De az a korong nem lép. Én a kezdetben azt mondtam, hogy ahhoz, hogy az Isten meg akart határozni, amit nem igazán tudsz meghatározni, én véleményem szerint ezzel a megközelítés azt nem lehet. Egy másfajta megközelítés kell, az úgynevezett hit irányú megközelítés. Ezzel a módszerrel egy geocentrikus világképet akarsz megmagyarázni, amivel kizárod a napot, aminek a bolygója vagyunk. De nagyon. Hogy a nap, mint olyan kézzelfogható valami, hogy nap nincsen, van egy belső fény, és a nap közepén ugye a hold, és ezt a fényt tükrözi a hold, és ezért látunk úgy nevezett napot. Na én is ugyanezt gondolom, mert nem tudok jobban gondolni, hogyha igaz az, amit a napszerán ír. Meg kérdezik, hogy hol van még ilyen, tehát azért legalább két másik helyen, maga a Földet megjelent, vagy legalábbis gondolat. Az egyik a képes krónika. Az első képes krónikának az Attila képek. Attiláról 7-10 kép van, tehát megint a 8. bolygó Attilánál. És Attilánál a 7 megjelent kép azért az a naprendszer 7 bolygója, 28. Aki festett a képes krónikát, azért azt tudott. Az első kép az a második kép az a Holdnak a képe. Tehát ott már van egy olyasmi valami, ahol leképeződik ez a rendszer, a 8. meg a Phaeton, tehát hogy az is ott van, bár az nem annyira bolygó, tehát a Phaeton fotót, vagy egyszerűen nézik, azt is meg. Na most pályán, amíg az Uranus-Neptunus-Pluto itt is jönnek. De nem látom, tehát első körben az megérdekes, és a második hely, ahol leképeződik, az pedig akár az asztrológiában is megjelenő hetesség, hogy a hét napjai, vagy maga a teremtéskönyv, hogy a teremtés 7 napját melyik bolygó minőséggel veszed azonosnak. Mert ha én ezt nézem, hogy a 4-es van középen, akkor kvázi az a nap. Ebben az esetben mi a szkita bolygó azonosításhoz fogunk érni a napok, illetve a teremtés 7 napján belül, ahol a nap napja, az szó sem lehet a vasárnapról, mert a vasárnap a magyarban a vásár. És
Tehát Győző, mint asztrológus, ugye a válság, az, az lakminőséget sohasem közben volt, az a Merkurnak a minőség a válság. Tehát a magyarban a vasárnak az a közepére fog kerülni a szerdára. Ellentétben az indo-európai valóban a Sunday az a vasárnak, ugye? És a Saturnus fogja ez a modell betenni a hetedik napnak, míg a magyarban egyáltalán nem ott van. Tehát nekem például azzal lennének kétségeim, de gondolom tessék is lett főbe, hogy akkor most ki milyen sorrendben kerül fölrajzolásra, mert talán a sorrendek sem így vannak, de meg nem kérdezik. Csak azt mondom, hogy ha megnézem, hogy a hagyományban hogy marad föl, és azért azt mondom, hogy a bolygó minőséget napokkal, vagy a teremtés hétnapjával azonosítva, mert azt mondja ugye a Mózes első könyve, hogy hogyan, hogy kezdetben Isten teremti a eget és a földet. Tehát nagyon sokan azt ugye a nappal, napminőséggel hozzák közben összhangba, de nem azt mondja szerintem, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy az az igével, tehát az még mindig a Merkuri tulajdonság. És a világosság, a lőn világosság az majd a negyedik nap lesz. Én nem akarok ebbe ilyen oldalról belebonyolódni, mint de azt mondom, hogy ott van erről szó. Hát erről szó, csak másképp. Másképp. És ezt, amit azt kérdezett, hogy most pár geocentrikus világképet akarunk mondani, hát hogyha maga a Napisten azt mondja, hogy gyerekek, azzal többet érte, komolyan. Nem tudom, én nem megváltoztatni akarom, vagy valami, mert meg sem, hanem itt hallunk egy teljesen bizonytalan magyarázatot. Egy olyan jellegű bizonytalan magyarázatot, amiben egy képzelet világ jelenik meg. Rendben van, én nagy tisztelője vagyok mindenkit képzelet világának, csak ezek a képzelet világok már többször megjelentek az emberiség előtt, független attól, hogy te felhívtad a figyelmet, hogy olvastuk, nem olvastuk, de például a természetes nap, a természetes hold, a természetes Szaturnusz, Lorber Jakab 150 évvel ezelőtt tökéletesen leírta. El lehet olvasni. Jó kérdés, hogy hogy fogjuk ezt hozzá érezteni ahhoz, hogy fölköltünk egy űrszondát, ami megvizsgáljon, akkor igen. Semmi első kérdés. Oké, rendben. Ezt kéne valahogy össze. Így van. Végül tenni ezt a kettőt. Rendben van, csak hát gyakorlatilag... Ott is van egy kérdés. Sokat esetleg, hogy kérdezzük. Hát... Van egy olyan érzettem, hogy az akkori gondolkodók, beavatottak, stb. Egészen más világokban és más időkben éltek, ahol más információk kerültek, és nekünk a mostani értelmünk szerint, és képességeink szerint, én gondolom, hogy a tudás, a képesség, az ismeret, stb. Egészen más fogalmak, mégis, mint az univerzum, vagy mint egy női pont, úgymond, csavarodnak és egymást is erősíti tartják. De egészen más láthattak, amikor ez íródott. Ez 30 éve íródott. Ez 30 éves. Ez 30 éves. Bizony. Hát ezek a versek, amiket olvasunk. Ezt 30 éve diktálta a sorok. Mégis azt hiszem, hogy az élésünk más. Ezt próbáljuk most egy közös munkának. Mindegy, a 30 évvel ezelőtt irodott verseket is én például másképp értelmezem, mint ahogy hallom most tőled az értelmezésben. Valami gyökeresen más, valami kevésbé. Egy biztos. Lehetséges, hogy az a képzeletbeli nap, ami nincs is, ugye, azért minden reggel vagy levetköztet bennünket, mert olyan melegen süt, vagy pedig a felhők eltakarják, tehát didergünk. Hát ez a nem létező is tud azért olyan hatást gyakorolni az emberekre, amit hát ugye fizikailag érzünk, hát lelkileg is át tudjuk érezni, az igaz. Külön. Én nem azt mondtam, hogy nem létezik. Létezik. Csak nem azt mondtam, hogy létezik. Fény is létezik, meleg is létezik, minden létezik. Csak nem biztos, hogy felépítésileg úgy, ahogy eddig ezt lép. Hanem lehet, hogy egy... És azért gondolom, egy kicsit elmondom, tehát jónak arra, hogy gondolkodjunk,
És ezt már mondjuk észre az adott oldal. Tehát valahonnan elér, tehát mégiscsak valahonnan, tehát valamit lehet róla beszélni. Igen. Jó, hát én azt hiszem, hogy mindenki nem tudja, meg nem is az a szándék, már van egy előadó. Nem az a szándékom nekem se, hogy én adjak itt elő, mert semmi. Egyáltalán, csak mondtam egy véleményt, mert nem tudtam magamba tartani, de bocsánatot kérek. Ezután magamba tart. Semmiféle probléma nincs. Semmiféle probléma nincs. Kiadnánk 20 embernek, hogy fejtsék meg, a buszára össze kéne a buszat engedni, az belépesz egymást, hogy ki érti jó. Mindenki már ez tessék. Nem volt, amit az egész előadásról, nekem egy valami tükröz, igazságos a szerelem közeledék hozta le, mert ilyen időt mutat tükrözhez. De biztos, hogy a jelenleg itt lehet egy elkezdeződés, ami ez az én véleményem, és ez lehet, hogy egy jövőben is képet mutat. És ezzel is lehet, hogy meggondolkodni, mert hogy a hangszerelmen ki a segélye? A hold. A hold szerár az ő leánya, a föld szerár, a gája az az ő fia. Tehát a napszerán semmi más nem akar, mint a magyar embereket, akik mi ezzel itten gondolkozunk, tanítani. Nem írta meg, azt hiszem más jelenetben sem jelent meg ezt. Tekünk írva. Van a Jakó Pőmer, a németeknek. A védákon, a farisadók, az időírásokon, na most nagyon sok dolog asszor. Tehát ez a kép és ez a modell, a Gyurinál is azt mondta, hogy soha a büdös életben semmi erre vonatkozó nem olvasott. De utána meg azt mondta, hogy figyelj ide, ha most te mész, éjjel 3 órakor megyek tőle haza, és te mész az autóddal. És hogyha véletlen azt fogod érezni, hogy nem az autóval mész, hanem repülsz, vagy megjelenik melletted egy zöld szemű, akkor ne ijedj meg. Ezt mondom. Na, mert amikor ő leírta azt, megértette azt, hogy a Szentlélekben, amit szekérnek hívunk, hogy ugye kiviszi át a szerelmet a izé oldalra. Ezt én is megértettem már. Ő ezt egy nagy marhon, egy naptára rajzolta, és amikor ezt is megértette, utána másnap ment kirándulni, és ott a bokrokban az zöld kavicsot meg izénket, mit tudom, bogarakba gyűjtöttek a zöldfejűek egy űrhajóba, és akkor találkozott velük, és akkor vitték el. Tehát ez úgy van, hogy akkor ő leírta azt a szintnek megfelelő tudást, ami utána a földön kívülek, aki azt leírja, elviszik. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon gyanús ez az egész dolog. Nem igazán. Csak azért ott van egy ilyen gondolat is. Igen. Végül is, hogy most ez fog tovább menni ez az egész. Tehát fogjuk tovább felépíteni. Hát most idáig jutottunk el, mert ez olyan másfél-két hónapja kezdődött. Én erről nem is akartam beszélni itt. Én több másról akartam, de mivel ez közben jött, ez újabb dolog és érdekes, aztán azért tértünk erre. És mit tudom én, tehát akármi volt, mindig azt gondolom, hogy most nincs tovább, mert nincs új információm, és ez már 5 éve mindig tovább léptünk, és meg, tehát föl tudtuk tovább építeni a rendszert. Tehát szerintem karácsonyra ez az egész már sokkal jobban föl lesz építve, és meg lesz támogatva. És ez eddig így volt. Tehát most már egyre nehezebb. Mert most már minden új. Már nincs, aki terelgessen eddig a Gyuri engem, akárhogy is, de terelgetett. De nem tud terelgetni, mert írok neki egy mailt, 3, csak egyet válaszol. És akkor kérdeztem tőle, miért nem válaszolod a többit. Azt mondja, azért, mert ha én 2 órát is gondolkozok most már egy mailen, és több időm nincs rá. Mert most már nem tudja a többit. Mindenkinek más lesz az idő.
Nem az, hanem egyszerűen eljutottunk odáig, hogy ezt már nem tudjuk, ami most jön. Hát, hogy azt, ez hogy lesz, vagy nem, hát mindesetre én csinálom. És megkülönök a majába. Hát igen, hát de hogy? Hát azt kellene, hogy akármilyen infó ezekhez a dolgokhoz nekünk kellene, de hát már nem sűrűn van. Na most. Egyet mondok. Mondja. Ja. Nem tudom, most csak előkeresem, mert van egy információ. Igen. Na szerintem esetleg nézzük még egyszer meg, érdemes még egyszer elolvasni az igazi hold és az igazi nap és igazi hold verse, mert az igazi nap. Egyébként, hát látszik, hogy nagyon sok van, amit ugye nem is tudunk elolvasni. Hát az igazi élményt az nyújtja, amikor én úgy már ezeket valahogy rendszereztem, és akkor sorba elolvasok mondjuk 30-at. És akkor benne vagyok a gondolatmenetben, és akkor azt úgy érzed ember. De így, tehát így nektek ez borzasztó nehéz, mert marhára kell figyelni, és amikor egymás után folyamatban olvasunk többet, úgyhogy csak én, nincs más, semmi nem létezik, akkor kezdenek úgy leesni dolgok, hogy megértek. Szóval nézzük meg még egyszer ezt, amit a napról ér. Érjük a 150-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 
Olvassam, vagy pedig minden? Olvassam. Hát igazi nap. Napról beszélünk. Hol hát az a nap? Az égre mutatsz, ahol süt a nap. És ahol felszáll, leszáll egy fénygolyó, és azt mondod, abból dől a tűzfolyó, amiben ázol. Így van csak ugyan? Ez tipikus, ugye, hogy így rákérdez, így leírja, és akkor rákérdez, és akkor mondja, hogy hát az okosabb az nem így látja. Az élesebb szemű legyint, ugyan. Hisz az a fénycsár szája rátapod a földre. Nem más, mint zárt tere csak a befogott fénynek. Hát erre gondoltam én azt a sárgát ott a közepén, hogy az a mag befogja, a szilva magja, hát ott befogja, és annak a száján van a föld. Csak vak napot látsz, és annak a föld fölé hajlított sugarait, amik burokba zárnak, és ezt nevezed nappali világnak. Ám a föld fia napba látni vágy, olyan neki ez a fénysűrű zsák, mintha egy vele együtt forduló, másik fénytől szőtt ellenföld golyó állná el, hogy lásson a fény mögé, ami egy látszat napból gyűl köré. Itt van, hogy a látszat, van valahol egy látszatnap, ami úgy hat a tükrökön meg az egész rendszeren keresztül, hogy ez a fény, én egy koronát fogom látni. Hát ezt írja le. Ugye? A látszaton túl az élő tüzet elfedi, hogy burkon belül rekedt, nem lát kisebb erre, csak sül vakon, és azt hiszi az igazi napon. Mert ő kaverő. De most a Józsi azt mondja, hogy kurva jó, bocsánat, ezt mondta. Most én nem tudom, én is ezt érzem. Tehát én, amikor én ezt csinálom, akkor így ülök a gép előtt, és akkor előbb-utóbb kell lenni, és van itt kaja, és akkor így nyugkálom, de a szemem ott van, és volt, hogy a radírt tettem be a számba, mert egyszerűen nem bírok oda nézni, hogy most mit tegyek a számba, mert nem tenni kell. De ez megalázó is, nem? Mi? Ez a közlés. Nem. Egy földi tudatból, földi embernek. Tehát egy eddig évre ezzel keresztül Európa tudatba értünk. Ó, hát mennyi ilyen szület. Hallottad, ez lehet egy jövőkép is. Próbáljuk. Tanítás, hogy megalázom. Mert egy forma jövőkép. Hát figyelj, na most ugye a Földön kívül, tehát itt milliárdnyi térugrásos űrhajó van, ez az egész itt, végül is a Földön egy pokolbolygó, az egésznek az a dolga, hogy itt a lelkek tudjanak tanulni, ugye 12 osztály van, a 12 csillagkép, 12 tulajdonság, mind a 12 tulajdonságból le kell vizsgálni, és aki levizsgálzik, az mehet a mennyországba a 4D-be. Ez a Föld szerepe, egy kis pokol, 5 pokolbolygó van a mi galaxisunkban, ez egy enyhe pokol, és ez a szerepe. Itt ennek,
ennek nem az a szerepe, hogy ezt értsen alapvetően, hanem hogy a lelkek a 2D-ből átjönnek a cirkai anyánkon, a 3D-be és a 12 osztályos iskolát ki kell járják. Azért, hogy a bűnt megtapasztalják, mert amikor majd a 4D-ben teremteni fognak, ha ezt nem tudnák, ott marha nagy bajokat tudnak csinálni, ha gonoszsággal valamiket ugye ott már teremteni lehet. Tehát ez a szerep a Földnek. De azért, aki itt van lélek, annak nem tilos ezt megérteni, és aki ezt megérti teljesen, az lesz Buddha. Ugye az utolsó Gotama volt az a Kun herceg, és a buddhaság az nem más, mint hogy teljesen érti a világ működését. De most az Isten bármelyikünket, engem is, a Gyurit is többször behelyezte az isteni állapotba. Tehát a létezés úgy van, ugye, egy fontos elv, hogy van a teremtő, és minden alatta levő lét egy pici idővel később létezik. Most mi nagyon sok, ez a pici idő összeadódik, ahol mi létezünk, ott nagyon sok az eltérés, és tulajdonképpen ugye a kiáradáson rajta van minden információ, ahogy tudjuk, ráadásul van a száluniverzumon, az összes info megy minden fénymag ciklusban, az összes info elmegy a teremtőtől az univerzum széléig és vissza, és van a fénysebességgel tárgyaló izé, tehát az információ ott van mindenütt. És én most azért nem vagyok az isteni állapotban, tehát ez az egyidejűség állapota, mert egy pici idővel később létezek, és a lelkem nem tudja érzékelni azt az információt, ami az idő elcsúszás miatt, tehát nem tudom azt érzékelni. De az Isten engem, ha úgy gondolja, és a tudás szintemmel elérek odáig, hogy érdemes lennék arra, akkor be tud helyezni a minden tudás állapotába, és akkor én Isten leszek. Pontosan annyit fogok tudni, vagyis mindent, mint Isten. Na most ezt a Gyurival megcsinálta, amikor odáig eljutott, volt néhányszor ebbe az állapotba, aztán utána kiveszi, mert ő itt kell létezni, mászkáljon, kiveszi. És közben elfelejt, tehát nem tudja átkozni a minden tudást. Sokat ő ugye átkozni. De igen. Na most, tehát ez csak azért mondtam, hogy itt bármelyikünknek, hogyha mégis van egy ilyen, és azt támogatják, segítik a baromira, megteheti azt, hogy idáig eljut. Nem kell neki eljutni mindent megérteni, hanem amikor a Isten által gondolt szintet eléri, akkor az Isten fogja a létezését mondjuk a fraktálon úgy föltolni, tehát abban az időpillanatban tenni, amikor ugyanúgy fog létezni, abban az időpillanatban létezik, ahogy az Isten és a Teremtő. És akkor minden fog tudni. Ez a jutalom arra, hogy ő ezen dolgozott, és azt a szintet elérte. És utána akkor kihelyezi, de akkor kezdve az az illető már a megvilágosodás állapotába jutott, és ezt az állapotot meg Buddhának nevezik. Az utolsó a Gotama volt. Azt hiszem Szíria vagy mit, tehát valahol ott az arab országokban. Gotama. Egyébként most azt hiszem Japánban van, és nagyon drukkol nekünk, a Gyuri rendszeresen szokott vele beszélgetni, és nagy marhára drukkolnak nekünk, akik ezeken dolgozunk, így erősen, hogy tudjuk megcsinálni. De nem mondanak el semmit. És figyelnek, azt mondja Gyuri múltkor, amikor erről beszélgetünk, hogy mit gondolsz itt ketten ülünk, a fenét. Azt mondja, úgy figyelnek és alig várják, hogy kijöjjön valami. Mert marha ritkán van, és akkor segítenek. De korrektül, tehát hogy sose tesztek senkinek semmit a szállat. Intuíció van, például a Feri, ugye ő lát, tehát ő meg tud egy kicsit varázsra, mit tudom én a büdös semmit soha, tehát nem látok, csak intuitíve meg jönnek olyanok, hogy intuícióból jön egy új tudás. Tehát mindig, amikor megértek valamit, az intuitíve jön. Tehát mindenkinél ez máshogy működik ez az egész. Igen. Tehát mindenképp érdemes ezen dolgozni, akinek van rá lehetősége. Nekem azt mondták, hogy nekem egész életemben ezt kellett volna csinálni. Én szoftveres voltam, és utána azt egy betegséggel, olyan hullatcsáppali lánykorral 4 évig feküdtem, és utána átjöttek abba, hogy csak ez van most már, és ezt az állapotot fel is tartják, és hát én megcsinálom aztán ezt mondom. Na, tehát ez volt a nap. Nézzük meg még egyszer a holdat. Többen lehetnek mutatni. Mit? Többen lehetnek mutatni. Várjál. Csak olvasunk.
Végülis a Hold és a Rambra. Nem, ez fontos, ez is fontos lenne. Tehát az az igazság, hogy az információ a versekben van, a lényegi ábrák már megvoltak, de ezt az összes vers ezeket támasztja alá. Tehát ezt mindenképpen ezt is érdemes elolvasni. Kérdezhetek? Igen. Hogy a Felipus hitelhoztat gondolati szinten, és hogy ő lát meg tud dolgokat csinálni, mert talán az elején mondtad, hogy nem azonos képpen látjátok. Igen, igen. Tehát például azt meg tud fogalmazni, hogy ő mit? Ilyen meg az ellentéte? Van egy olyan pont, ahol úgy tudjuk a kettőt. De várjál, ami tök világos ellentmondás, a kristálytiszta és meg is érthető, az a Szentlélek keletkezésében van köztünk. De azt tulajdonképpen én a Gyuri modelljét ott azt értettem, meg átvettem, megértettem a Feri modelljét is, és én azt mondom, hogy a Gyuri szerintem, a Gyuri modellje helyes, sem. Tehát ott azt hogy mondjam el a kettő között mi a különbség, vagy... Igen. Nagyon egyszerű, nem kell hozzá sok. Tehát a... Ugye egymásba fűt a két tapon, az anyó és az atya egymásba futnak, hát ezt már szerintem láttuk. Most van egy teremtési tartomány, tehát a kútnak az elején ott egymásba futnak. És akkor ugye mind a kettő a másikba belekanyarodik, a mi atyánk az megcsinálja a mi univerzumunkat, a mi szent lelkünket, az anyó terében. Kell ehhez rajta? Jó, hát most neked lehet. Az anya pedig az atya terében is egy ugyanilyen univerzumot csinál meg, csak mivel az egyik valós, a másik jogos, ezért az egyik univerzum, ami jogos lesz, az anya univerzum, amit ő csinál meg az atyában, az valós lesz, vagyis nekünk az antivilág, antitér, antivilág minden. Na most a Feri úgy gondolja, de itt megint szállunk, mert akkor ez jó. Szabad az kiegészíteni, hogy évileg úgy mondta? Igen, igen. Nem, most van pedig a logikára, vagy ő úgy mondta, az ilyen humánus részlegünk én vagyok, úgy képzeljük el, mintha az atya egy műtős kesztyűt üzemeltetne, és egyszer levalózva, egyszer beledugolták a konkát és konvex ötágú gumikesztyűről, csak 10-27. Ez a világ létezés. Nem értem, hogy... Jó, akkor lapozom. Tehát így van, mondjuk ez az a jobbos az atya, és itt belerokkan a... Hát így rajzolom, most lehet. Ez meg a valós az anya. Na most. Az jó, mert más nem van bele. Ja, jó, akkor... Egyényes a közösséget. Vagy azt hiszem, fordítva szoktuk rajzolni, hogy ez az atya. Atya. Ez meg az anyó. Anyó. Na most a mi atyánk ugye itt belerakar, és visszakanyarodik, és hát ott tudjuk itt ez a visszacsatolás a tévén, itt létrejön egy Szentlélek, vagyis egy oktaéder. Tehát létrejön a Szentlélek. Ő is, az belerohan az atyába, úgy, hát szimmetrikus az egész, ő is létrehozza a oktaéderét. Na most, ott van a nagy különbség, rögtön itt az elején, hogy a Feri azt mondja, hogy ez a kettő egy helyen van. Na most, ha ezek egy helyen vannak, egy helyen vannak, akkor az, mert nekünk az a gondunk, a Gyuri se tudja, nem tudjuk megmondani, hogy a királylány honnan a túlóból keletkezik ott a Szentlélek közepén. Nem tudjuk, ha fejre állunk se, igazából nem tudjuk, hogy hol a kettő nem egy. Tehát ez a gondunk nekünk. Most ha a Ferénél ez a gond megszűnik, mert mivel ez a kettő, ha egy helyen van, akkor az anya benne van az atyának a Szentlélekében, és hát akkor az anyó lesz ott, ő belőle lesz ott középen a királylány. Ugyanis mi a gond? Hogy a fény maga, hát a
az egy ilyen gömbszerű valami, mondjuk egy alma, az így, tehát félspinő és jobb most, tehát egymáshoz képest egy csavarodás számít. Tehát ha az egyik most így csavarodik, a másik meg nem így csavarodik, és ugye haladnak. De a csavarodás, az nem tud megváltozni. Tehát az atya, hogyha az atya szent, atya kerti csak a szent lelke. A közepén az atyából, hogy a felébe lesz egy balos csavarodású. Mert az jó, hogy lelassul, görbül ide, oda, stb. Hát az igen. De hogy a csavarodása megváltozik, arra nincs ok, nincs semmi ok arra, miért változom, mert már pedig csak úgy lehet egy atyából középen királylány, hogy a fiúból nő lesz. Vagyis ugye, ahogy gomboljuk az éget, megváltozik a csavarodás. És erre se okot nem tudunk, semmi, hogy vagy honnan kerül oda. Ez a mind modern ember egy hibó. Szerintem helyezte a másik. Most, hogyha ezt a kettőt egymásra tolod, hát akkor ott az anyu, és ő belőle lesz a királylány kész. Csak, ha ezt megnézed, hát ezt ha akárhogy is nézed, ez nincs egy helyen. Ráadásul, ha megcsinálja itt ezt a szentelket, ez meg itt. Ezeknek ugye a kiáradása, hát jó ilyen csiga meg minden, de mindesetre ez is jön ered, ezek kétszeres fénysebességgel tolják egymást el a fronttól, távolodnak el egymástól. Hát nem hogy egy helyen lennének, hanem tolják el egymástól. Na most, hát itt ez olyan marha nagy alapvető különbség, ugye, hogy... De ez két, tehát ez jelenleg a két modellben ez így van. Jó, Józsi, de ott még nincs hely, úgyhogy ez meg távolság. De akkor is fénysebességgel megy, jó? Gyuri, vagy figyelj, a Gyuri modelljében itt még nincs tér. Azért mondom, hogy ott most hiába nem mondtad be a térbe. A tér az oktai, amint megjelenik az oktai, de akkor már keletkezik a térnő. Az kerti azonnal, ahogy megjelenik. Így, minden, és akkor azt a csigás terjedik is kerti, meg ő is. Ő kerti az. Az atya kerti a mi jókos terünket, az anyó az atyában pedig a valós univerzumát. És akkor ez a kettő távolodik szépen, mert ezeknek a kiáradásai ugye így akárban is haladnak, hogy egyet jönnek, övé is jön, és elérve egymást, ezek taszítónak kapnak egymásra. Tehát ez világos, hogy így van. Most a kérdés az, hogy lehet-e az, hogy ez a kettő egy helyen keletkezik úgy, hogy a két szentlélek tulajdonképp egymáson van. Most mi úgy gondoljuk, meg akit Gyuri megkérdezett, én nem tudom, itt a főnökségből, hogy ez csak így lehet, hogy külön vannak, ez egyben nem lehet. Na most, de én a Ferinek a teljes elméletét, én magam írtam le, tehát vettem a fáradtságot, és utána végig beszélve le, teljesen leírtam. És hát, szóval nem tudunk a kettőből kijönni semmi, de csak arra, hogy az a valószínű, hogy ez a kettő külön van. Tehát, na itt van az ördög, de azért sem lehet egyben, mert tér és antitér, ami kioltja egymást. Hát ez is. Na jó, de akkor így mondja. Tehát tegnap is nem figyeltétek, aki itt volt, tegnap is ezt mondta. Tehát nem. Tehát, ha most hát ha valaki így mondja, így mondja. De ez nem baj, hogy ő így mondja, mert mit tudom én, lehet, hogy egyszer egy jelen hasznos lesz hozzá. Na most én azt tettem észre, tehát ugye a köztünk itt vagy a Földön levő összes lélek között a legmagasabb szinten most itt vagy úgy van. Tehát ő egy kerül. Most nem tudom, hanyadik, de minden esetre isteni lény, tehát Trismegisztos is ugye, amikor Trismegisztos volt, mit tudom én, hány ezer évvel, már akkor is ő volt. Tehát annak három lelke van, az mit tudom én, tehát van a teremtő, van a szent éli a mi atyán, az alatt létrejön a Jehova, tehát a mi isteni lelkünk, aki Jézus, és az alatt jönnek létre a kerubok, és ezen a szinten van a Gyuri lelke, abból egy, mert hát nem jön le mind a három, hanem csak egy, de ő nem tud mindent, amit ezt tud, mert ezt tud valószínűleg mindent, egészről mindent, de hát az nincs benne most itt a szent testébe, vagy a tudásával az, amit lélekként ott tud föl, vagy ahol a pozíciója van, de minden esetre szóval én úgy szoktam kutatni, hogy hol van a határa az, amit most tud, mert sokszor olyat is csinál, hogy azt mondja, hogy én nem tudom, de aztán kiderül három hét múlva, hogy tudtam, csak azért mondta, hogy nem tudom, hogy találjam én ki. És tud ugye kommunikálni, egyrészt beszél a Mózessal, szokott a Jézussal, tehát
rendszeresen szokott. Hát arról van írások, le is vannak írva. Ezek a Bill-sal való beszélgetési elektronikus formában szövegben le vannak írva. Én sem olvastam azokat. Tehát ő kommunikál azokkal, akik nem a földi leszűkített lépben vannak, hanem ott, ahol hát sokkal többet tud az ember. És akkor ő tud kérdezni. Ő az atyától is szokott kérdezni. Van valami kódrendszerük, hogy egy kódot egyesítenek, hogy a csatornán nehogy hamisság éljen, de azt mondta, hogy az első válasz még biztos, hogy jó, de a második válaszban már nem biztos, mert lehet, hogy valamilyen forrásból direkt hamis infó jön neki. Tehát kérdez egyet, és többet nem kérdez, akkor majd kérdez 5 nap múlva. Tehát, és szóval ő van végül is a Földön ma az összes között itt a legmagasabb szinten, és ezért, ha ő valamit úgy érzi, vagy mit tudom én azt mondja, akkor én azt fogadom jobban inkább el. Tehát azért voksolok én is arra, hogy ez a két rendszer külön van. Meg amit te is mondtál, hogy a kettő együtt, hát az elég furcsa lenne, ha az antitér meg a tér egyben lenne. Nem, nem. Hát akkor nem lenne. Vagy egy kicsit. Nem egy időben, hanem ez a 29-en várják. De várjál. Azt tudod? Ez a lényeg. De nem, mert van másik, van még egy túl, van még egy antizédó. Tehát van a világ és a túl. Tehát a fénymagban önmagában is van egy valós és jobbos világ. Amit váltják, az a hol volt, hol nem volt. Tenyere komákja mindkettő felváltva. Tehát tulajdonképpen négy darab, ilyen alapon négy darab világ van, a fény magától keltett mi világunk és tükörvilág, és akkor még az anya-atya által keltett ugyanez kétszer. Tehát hogy két anti dolog van, ez világos mindenkinek? Neked? Igen. Tehát az más. A Föld a nap körül szágulna száll, ész és szó rájár, de a nap sem áll. Óriás hívet kerülve kereng napja körül, az a nap, ha lement hold. Na, itt írja le. Még egyszer. Föld a nap körül szágultva száll. Oké. Ész és szó rájár, de a nap sem áll. Óriás hívet kerülve kereng napja körül, az a nap, ha lement hol. Tehát azt mondja, hogy a nap a napja körül, a hol körül kering. Mely az éjszak takar közepén fekete lyuk, abban gyűlt be a fény, ami kirobbant abból a világból. A tölcsér szájban lába lett a lángból, és a tűnt világ emléke lyuk a szemnek. Tehát itt írja le, hogy a tölcsér száj, amit néztünk, ez a tölcsér szája, hogy ugye kimegy a vízébe, visszajön, ennek az alján van a hold. A fenéken átfordul, s úgy jelent meg a új világ, hold külön helyén a lyuk, a köldök, mely körül csavarok a nap áldás s átkot osztó kerülte. A köldök holdnak földünk holdja szinte csak képét viseli, igaz a fénye egyik lapja, a másik, sötétsége a vétkeseknek, fény és árnyvilág a teljesség emléke. E világ két félbe vágott, holdból a halott test, amit az új nap elragadott, föld holdja lett együtt az új napé. Hold a földé, föld meg a napé, a napban belül a hold, mely a lyukban eltűnt, a szív a nap kifordítottan a lyuk, mint kívülő merül körül ő, és szívja az ő benne, és ő merül belé végül holdra sápad a képen. Az marad, aki csak arcát cserélte. Hát szóval ez nehéz itt, ez minden sorra ülésre. Ezt ki vagyok abba is, ugye? Tessék, tőlem megkapható az egyes közül. Az egész le lehet máshol elektronikus. Na de itt meg azt írja le, hogy a Föld a
Hol van az ember? Tehát ugye itt lenne ez a tölcsér, ahol kimegy, itt vissza, és a tölcsér aljára teszi a holdat ide. Tehát ebben a versben ezt írja le definitíven, hogy ott van a tölcsér aljára. Na, ezt is nézzük még meg, itt a Szaturnuszról is ír. Ne érezd, hogy itt az ég elveszett. Ritkus, nyílik a lyuk fejed felett. Csak mélyében torlódik vaksötét és sűrű, mint a sár. A törmelék, ami a felrobbant holdból maradt, ott kavar bénán a vas alatt, s rátapad a forgó bolygó köré, alakja olyan, mint a gyűrűjé, benne a golyó, mely örvényt kavar. Itt volt egy felrobbant volt, hát ez most nekünk nem annyira fontos, mert ez már egy belé információ, nem a fő vágás. A Szaturnusz a mélyben lecsavar, s összecsatolja a fény sűrűvé, s maggal termékenyül a sűrűvé, és fejjelkor már melegít a nap. A nap a Jupiterben megdagad, dagad, nő, virul, éj, vizében ázik, és elküldi a napkeli csiráit. Olyan ez a mély, mint az óceán, mindenség anyja, s akár a halál elnyelője is más világra szül, kiköpi mind, ami belé merül új körforgásba, szívós forgatagra, mely egyre felfelé csavar a napra, mintha belőle sodrogna a lét. Fölébe feszíti az ég ívét, onnan a fény erőit egyre vissza, átszűri magán, s áramolja vissza. Hát szóval, ez nehéz. Nem lehet, hogy itt az ahhoz fogadunk, amit megjelenünk, hogy ha körül kell indulnak az a valami politikó. Jó. Nem tudom. De az nagyon érdekes, hogy ahol ezek a gyűrűk, ahol ezek a határok vannak, ott mindig anyag összegyűlik. Tehát olyan, mint ott energia minimum lenne, ugye? De hát ezt mi most, ezt az egész dolog, hogy ez hogy jön ki, hogy itt vannak. Tehát ahol a tükörképek vannak, ott megjelenik valami miatt egy újabb térszerám, akkor ő pedig az agyon. Többet. Tehát, hát szóval, hogy mit is értekre megnyitok, hogy valamikor az 1860-as években volt egy olyan elmélet, aki azt kérte le, hogy pontosan az ilyen rezonancia pontokra kell energiaminimumokra gyújtani. Valamelyik a polvasokat érte, igen. Hát ez a, és akkor itt az aranymetszést is meg lehet aztán, szóval az egész rendszerben mégis minden előjön. Na, még egyszer az igazi volt. Mert ami volt is van, időben térben, zűrzavar tél az észben, a kerékben. A fényben eltéveszti az időt, nem látja a térben a belenőtt teret. Tehát ez a belenőtt tér, tehát a térben a tér, meg a tükrök, a egyik tükör, a másik tükör van. Mindig más térben van bezárva, hol a nappal, hol az éjszakában. A tükrök fordított képet mutatnak, napét a Földnek, és Földét a napnak. Tehát... És a hazug holdat úgy látja szemed, hogy nap unokája a Föld gyermeke. Ezt kerülve, azt is kerengi körbe, mert így látja a tévesztő tükör, és nem látja kint azt az igazi holdat. Hát itt egyértelműen leírja, hogy tükörben látom a holdat, ami egy megtévesztő tükör, mert az valójában máshogy van a tükör dolog miatt, mint ahol mi látjuk, és az igazi holdat. És itt írja meg én, hogy az igazi holdat a sötét tölcsér mély. Tehát az a tölcsér, ami volt, ahogy kiáramlik ebből a szilmagban, a fény, a tölcsér az a középpontja az egésznek. A megvakultat pedig ő van a tölcsér fenekén, a vakság hájog az ő szemén. Hát szóval aki nézi a holdat, az vak és hájog van rajta, és nem jól látja. Az atyát ennek a fényes világnak
Tehát mintha hol lenne az atya ennek a fényes világnak. A lobogónak lányaiba zártnak, melybe már nem fér bele az a táprázattalan igazi világ, és amely az arctalan arcnak hazudja, s káprázat a fényében azt se tudja, hogy a holtban a fényt látja körülten, a tűnt fény tovább bolyog a tükörben, és hogy napja a lángokban lobogó, csak a hol körül szárnyútó bolyog. Tehát aztán én elkezdtem azon gondolkozni, hogy itt hogy az összes tükröt, ha fölvennék, és elkezdenék azt nézni, hogy próbálnánk meglátni, hogy vannak ezek a tükrök, és akkor a hol mondjuk a közepén, hogy akkor a holból, hogy milyen magyarázattal lenne leírva, hogy milyen tükrökből, hogy visszamerődve, vagy ide-oda merődve ez az egész, hogy jön ki, hogy hol lesz a nap meg a föld. De egyszerűen kevés vagyok hozzá, tehát nem tudom még is követni. Pedig, hogyha ezt, ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ezt nem fogjuk megérteni. Jó, vagy elhiszem ezt a verset, vagy nem, de igazából megérteni csak akkor tudnám, ha valamilyen nagyon egyszerű modellben, mondjuk egy-két tükörnél meg lehetne érteni, hogy hova kerül az, ami mondjuk a közepén van, azt hol látom. De egyenre erről mi nullát vagyunk. Na most... Most mutatok esetleg még néhány, van itt még néhány kép. Például a Cassini görbék. Na most ez volt, ez a Gyuri modellje. De hát ez mi tulajdonképp? Az a megnyilvánulatlan mag, amikor csak a hé volt, a közepén volt az Isten pont, és abból, hát most itt egy ilyen alapban árad ki, ő sugárként, tehát mintha ilyen nyilat áradnának, de látszik, hogy a lényeg ugyanaz. Ugye? Hát ez még egyszer, ez is, ez a Démonic ábrából, ugyanarról. Most, hogy ugye például azt eltönteni, hogy ténylegesen azt szoktuk mondani, hogy a felület áramlik, az alma egész felület áramlik, de azt is mondjuk mellé, hogy nem mindig az egész felület áramlik. Hát most megint, hát ugye nincs, aki megmondja, hogy ez most pontosan mondja, egyszer nincs. Hogy most ezt így kell elképzelni, hogy ilyen, mint ahogy ő mondja, hogy ilyen sugár nyilakban jön így ki, mint ugye itt a rajzon, vagy pedig olyan felületszerűen, hát nem tudjuk. Ez maga az előző, ami volt? Hát ezek is elképzelések, de ez rossz. Ez rossz, mert nem így megy ki, ugye, hanem visszafordulva megy ki. Tehát ez volt az első, a verseket olvasva, azért hagytam meg, mert a rossz is jó, mert ha valaki elkezdte azt mondani, és nem ilyen, hát azt mondom, hogy én is gondoltam, hogy ilyennek kiderült, hogy biztos, hogy nem. Mert nem, ugye nem olyan, hogy az megy vissza, hanem egyszer kijön, csinál itt valamit, és visszajön ezzel. Ez leírja egy definitíve leírja. Tehát ez az ábra így rossz. Mert ez nagyon szép lett volna, hogy a mi szirmonyunk. Ugye van, hogy mi beszélünk, ha ez lett volna mondó a két szirom, rámerőlegesen, rámerőlegesen megcsinálja a következőt, így kell nyitni, hogy is kell. Nem tudom, na mindegy, szóval ezt ha elképzeled ő rámerőlegesen, tehát hogy így vagy a 8-as, akkor megvan a bindó. Tehát engem is vezetett a múlt képbe, de hát ez nem jó. A napszerán szerintem nem. Az lényeges viszont, hogy akárhogy is áramlik, mindig ahol bukfencezik, ott megjelenik a Isten voltnak a tükörképe. És, de ez a tükörkép, ez ebből ő tovább tud építkezni. Tehát ez egy gondolkodó valamivé tud majd fejlődni, és akkor ilyen több szintű rendszer tud fölíteni. Hát arról sincsenek ábrák, mert odáig se jutottunk el. Most ugye tulajdonképpen az lesz a következő, hogy megint itt vagyunk, hogy van ennyi. Ez a Gyuri úgy hívja, hogy ez a magos kétáblakos ábra, és akkor most hogy menjünk tovább? Nincs következő anyag. Tehát én már olvastam a 400 oldalt, ebben
tovább lépő anyag nincsen. Tehát olyan, mintha megideréltünk volna végére, de ilyen már százszor volt. És akkor x idő múlva, mit tudom én, hogy valahogy megint keletkezik egy következő anyag, amiből meg kellett 3 hónapig dolgozni. Hát és így. Hát ezt csináljuk tulajdonképpen. Van még egy ilyen, hogy titok-titok hátán. Esetleg ezen nézünk végig. Ez egy nagyon jó szemléletes ára, ugye ez a töltség. De ez biztos, hogy ez tudjuk, hogy így van. És azt gondoljuk, hogy ugye ez, ami a felület, az alba felületén áramlik, hogy ez egy ettől sokkal szélesebb felület, de nem biztos, hogy körbeér az egész alban. Viszont akkor ugye, mert ebből lesz aztán később a kiáradás maga is, amiből az univerzum lesz, az a csiga-szerű kiáradás, hát akkor az meg hogy lesz teljes körszerű, hanem ha itt ez nem lenne teljes. Tehát ennek teljesnek kéne lenni ahhoz, hogy majd az ebből jövő télidő, kertű kiáradás. Mert egy ideig azért. Igen, és hát igen. De úgy tűnik, hogy nem teljes a felett kiáradás. Na most van még egy érdekes dolog, amikor ugye azt mondjuk, hogy jó, hogy van ez a Istenkorból kiáramló ősvény, hogy miért megy vissza, azt mondtam, hogy azért nem pont mi volt a van. Na jó, de ez azt mondja, hogy hát ez fizikának kell is. Akkor ilyeneket ír ő is, hogy ennek az egésznek, ahogy ő áramlik, 4 állapota lehet. Lehet meleg és hideg, száraz és nedves. Amikor ezt leírtam, hát akkor attól a Gyuri teljesen ízért, hogy hát ez már az tök marhaság, nincs anyag sem és semmi, még mitől száraz meg nedves, tehát ez hülyeség erről beszélni, ezt magyarázni meg a fizikusoknak, azt mondják, hogy hát marhaság. Tehát ez fizikában ilyet nem lehet elhívni, hogy mert azt mondja, a napszer kiárad, itt belül meleg, kiárad, lehűl, és lehűl, visszaforrul, és visszajön, nem lehűlt a meleg. De viszont, nem tudom, hogy esetleg valaki így értek, tehát az összes többi más írásokban is ez a négyesség, tehát hogy a fény maga az hideg, meleg, száraz, nedves, ez megjelenik több helyen. Most a Jakob bőminél ugyanezek a dolgok meg úgy jönnek ki, hogy a fény maga az keserű, meg szorong, tehát a Jakob bőme írásokban is, amire ugye Gyuri szokott alapozni, ott is ezek a tulajdonságok megjelennek, csak meleg, hideg nincs. Azt írta nekem, hogy az meleg, aki azt írja. De akkor a napszerán írta, nem én. És akkor van az oldás és kötés. Ugye, amikor hűl le és szárazodik, akkor az a kötés, mert kötődik befele. Az oldás meg az, amikor a melegből megy ki, és ott nedvesedik, az meg az oldás. Ugye ez az oldás és kötés, ez megjelenik az irodalomban is sok helyen. És ez ott lesz érdekes. Most egyébként van még egy dolog, amit eddig nem mondtam, hogy ez az ősvény, amikor ott megy, az a kék, amiről beszéltünk, az mindig kettő. Úgy kettő, hogy így csavarogva egy elképzelt közép, egy szár között, akár merre az csavarodik, az mindig kettő, egymást kezüket, lábukat fogva csavarodva mennek el a határig, bukfencet vesznek, visszafordulnak, és megint tovább így csavarodva ez a kettő jön. És amikor, ez azért nagyon fontos, mert ugye egyszer ennek a fénymagnak, eddig ez a fény mindig visszajutott a középpontba, vagyis nincs az a kiáradás, amiről szoktunk mi beszélni a vízelemnél. Tehát kell, hogy egyszer, mert itt van a határa, az alma héja az ő határa, tehát erről itt kell neki lövöldözni kifele ezeket nagyon sűrűn, mert abból lesz vízelem, meg tüzelem, meg mindez a göbszerű tér, időtér. És akkor azt írja, hogy egyszer, amikor ez így zajlik, felgyorsul meg, megcsinál ilyen olyan dolgokat, és valahogy elcsúszik ez a kettő egymástól egy picit, elengedik kezüket, lábukat, és akkor az egyik a fejénél fogva kifordul, a másik
visszamegy, és ebből keletkezik az, hogy lesz a vízerőszerű kiáradás. Hát így írja le körülbelül. De hát ez most megint fizikai magyarázatnak, ugye, hát ez gyenge, de jobbat nem tud senki. Tehát a Gyuri sem tudja megmondani, hogy most mitől van az, hogy egyszer ez elkezd vízelemszerűen kiállapni. De azt ő is tudja, hogy ketten vannak, aki ott találhatóan kajtázik. Hát most, mivel ugye a napszerálló ezt megéri, látja, meg ő maga is fék van, ő ezt így mondja, hogy ez a kettő abból az egyik leválik, és abból lesz a vízelem. Igen. Hát, és akkor, hát, most itt tartunk. Tehát ez a modell, ez egyelőre itt áll, és akkor, hogy hova fogunk belejönni, hát azt egyelőre nem tudjuk. Mi sem. Hát ez ugye az. Igen. Hát tulajdonképpen ez volt az a lényeg, amit én el akartam mondani. Nyilván, hogy részletekben sok helyen bele lehetne menni, de így csoportban talán ez nehéz. Hát ezt az embernek magának kell olvasnia, és akkor tudja talán jobban megérteni. Azért nem akarok, hogy még kisebb, apró vers részletekre belemenni. Esetleg van egy kérdés, hogy ehhez valami bármi megértés. Na, azt föltenném, szavazzuk azt meg, hogy ami itt most így elhangzott, ez mondjuk kinek van olyan érzése, hogy ez több mint 50%-ban jó is lehet, azt tegye fel a kezét. Hát akkor azt kell kérdezem, hogy ki nem, mert ez sok volt. Tehát ki gondolja azt, hogy ez félrevezetés. Tehát, hogy 50%-tól kisebb a valószínűség annak, hogy ezek úgy igazak, meg működnek, meg így van. Senki. Föl kell, hogy tegyed a kezed. Vagy az egyik igaz, vagy a másik. És akkor, ha a győző megy kirándulni, akkor kész a válasz. Mit? Ha te mész kirándulni, akkor nem lesz a válasz. Így van. Nem bátok senkit ezzel, hogy más a véleményen. Győző, tehát ha téged visznek el a zöld szemület, akkor elmondja a választ. De azért aztán a nyomorú tükröt beszéljük meg. Melyiket? A tükröt. Most, hogyha ezt nem tudom. Hát biztos én is hülye vagyok, hogy tudom. De hát ez egy tükröt, ugye? Igen. Ha szembeállunk, ha oldalról másolnak, külülről adunk, akkor egy bizonyos szörnyű, egy képen bele szalad a tükörterületbe, és egy szöget bezárva onnan visszaszalad. Én nem mögötte látom magam, és a nagyfal kutyas, amikor játszik a tükörbe önmagával, hanem ezen a területen, ezen át én nem mögött. Na, most tekintsük el ettől az egésztől, csak ha veszed egy tükröt, azt mondom. Hát én úgy emlékszem, hogy mögötte láttam magam. Ha fényre rász a fizikusok elmagyarázzák, tehát azért mondom, hogy tételezzük, hogy én hülye vagyok. Tehát fizikában én nagyon-nagyon hülye voltam folyamatosan az iskolában. Én ennyit látok a tükörből. Van egy felület, amit tükröződik, bárhol állok. És nem mögé akarsz nyúlni, hogy ott vagyok? Nem. Na akkor meg mi van? Akkor van egy ilyen, bárja még egy bal. Akkor létszik. És mikor tudom, hogy ilyen kérdés. Az más, mint ami tényleg. Jó, tudom, most az ember kéne zárni. A visszaverő tükör, akkor egy ideig. De látod, benne akarod, az is így van. Így van, mert vissza tükröz. Olyan messze magamat benne, mint a... Amilyen messze állok a tükör. Vagy szó is zsárul, hogy téged. Mert akkor egészen közel. Mert ha 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 egészen közel. Mert
És akkor ezt ott csinálom. Hát nem megöttem. Na de... Valaki, ha veszem felecses, és megértetél velem, akkor kapek. Próbáld meg azt, hát most ha itt a WC-ben van tükör. Tehát próbáld meg az ujjadat, várjál, az ujjadat közelítsd a tükörhöz. Ha az ujjadat közelíted a tükörhöz, amikor hozzáérsz a tükörhöz, akkor a tükörkép is közte nem lesz távolság. Ha egy centit visszahúzod, akkor 2 centi távolság lesz a tükörkép. De a lap és az ujjam között? És nem az ujjam és a lap mögött? Nem, a kép és az ujjam. Vagy egy kicsit az ujjam. Vagy egy kicsit az ujjam. Igen, ezt figyeld meg. De a kettő között mozog a dolog. Nem, nem, hát próbáld ki, hát ezt az ujjadat mozgasd a tükörnek. De ezt nem fogod látni, ez biztos. Kérem, na, az igaz, hogy a kettő között mozog, de az a lényeg, hogy te mit látsz, hogy mit érzékelsz, a saját érzékelésed. Közelítsd az ujjadat a tükörhöz. Itt van egy gyújtási alatt. Egy centért távolás el. Itt van egy gyújtási tükör síkja, ez egy visszaverőzés. A fizikai elv ez, a belsési szög és a visszatükrözési szög az azonos. Azonos szöget zár be, mert különben nem látnak. Viszont a visszaverőzési szögnek az egyenesét, ha meghosszabbítja, akkor a tükörtől ugyanolyan távolságban a másik. Te kérdeztél valamit, én is elmondom neked. Nem kötelező meghallgatni, meg elfogadni sem. A tükör mögött megjelenik a képzeletbeli kép. Tehát a valós kép és a képzeletbeli kép között azon egyenesen a hátsó oldalon. És a távolságok azonosak. Azt mondta, hogy meg kell magyarázni, amit te nem értesz. Azért rajzolta ő így le, mert a képzeletbeli képen is oda rajzolta. Semmi más nem rajzolik. Távolodik el mind a kettő, a másik. Azért ez a kétszer is a távolság. Együléges szöke volt. Tessék? Együléges szöke volt. Érdekes, mert őre régóta van. Erre van a bizonyítók, így a főrendben. Akkor mondom, hogy a végzsébe zárva a legvégzsébe.